Megkapta az első holló lábát. Tudta, hogy az a tolvajok vezére. De alig fogta meg a hollót, gyönyörű lányjá változott. Olyan szép volt, hogy a királyfi menten beleszeretett, s kérlelni kezdte, hogy maradjon ott, s legyen a felesége. Nem szabad, mondta Tündér Ilona, mert így hívták a hollóból lett leány. De eljövök hozzád minden éjjel, s az almát is meghagyom neked. Így is történt. Árgyus királyfi estéről estére találkozott Tündér Ilonával. Élt a király udvarában egy rettentő vémbanya. Ez a vémbanya kileste Árgyilus királyfit és Tündér Ilonát, és elmondta a királynak, amit tapasztalt. De a király nem hitte. Mit tehetett a vémbanya? Megvárta, míg azok ketten elaludtak, és akkor levágott egy fürtöt Tündér Ilona aranyhajából. A fürtöt elvitte a királyhoz, hogy lássa, hogy igazat mondott. Mikor Tündér Ilona felébredt, sírni kezdett, jajgatni kezdett, siratta az aranyfürtöt. Aztán adott egy gyűrűt Árgyilusnak, hogy arról megismerje. Azzal összecsapta a kezét, hollóvá változott, és elrepült. Mivel hogy a tündérek nem maradhatnak az emberek között, ha csak egyetlen szál haj is hiányzik a hajukból. Árgyilus királyfi föltarisznyált, s útra kerett, hogy megkeresse Tündér Ilonát. Bejárta az egész világot, de nem lelt a nyomára. Faggatta a napot, faggatta a holdat, még a szelet is megkérdezte, de egyik sem tudott Tündér Ilona felől. Mikor már az üveghegyeket is megjárta, egy kietlen pusztaságra ért. Az a pusztaságon olyan mély sötétség ült, hogy a lábát se látta, de azért csak lépegetett vitézül, mert nagyon vágyakozott Tündér Ilona után. Egyszer aztán világosság ütötte meg a szemét a nagy sötétségben. Egy szép kastély ablakából sugárzott a világosság. Árgyilus bekopogtatott, s odabent szembe találkozott az egyszemű óriással. Nagyobb volt a legnagyobb óriásnál, egyetlen szeme pedig a homloka közepén ült. Adjon Isten, felséges királyatyám, köszöntötte az óriás tisztességgel. Tündér Ilonát keresném, igazítson felséged útba. Az egyszemű óriás az állatkirály volt. Maga mit sem tudott Tündér Ilona felől. Füttyentett tehát egyet, mire a birodalma minden állata bejött a palotába. Megkérdezte őket, de csak egy sánta farkas hallott Tündér Ilonáról. Mire az állatkirály ráparancsolt a farkasra, hogy vezesse el Árgyilus királyfit hozzá. Felült hát a király a sánta farkas hátára, mentek 100 esztendeig, a 100. esztendőben a sánta farkas így szólt. Tovább egy tapottat sem mehetek, de innen oda találsz magad is, csak haladj mindig egyenesen. 3-szor csókold meg Tündér Ilonát, akkor megtörik a valázs, elviheted békében. Azzal a farkas megfordult, hogy hazasántikáljon. Árgyilus királyfi pedig tovább folytatta útját. Nem sokára egy szűk völgybe ért. Abban a völgyben 3 ördögfi vetekedett. Meghalt az apjuk, s egy köpönyeget, egy ostort, meg egy bocskort hagyott rájuk. Ezeknek az volt a tulajdonságuk, hogy valaki nyakába terítette a köpönyeget, a bocskort fölhúzta, s csörbített egyet az ostorral, ott termett, ahol akart. De varázshatalma csak a 3 örökségnek együttesen volt. A királyfi megígérte az ördögfiaknak, hogy igazságot tesz közöttük. Fussatok versenyt, mondta, s amelyikőtök előbb ér föl arra a nagy hegyre, azé lesz az örökség. Eliramodtak az ördögfiak, a királyfi meg csak erre várt. Fölvette a köpönyeget, föl a bocskort, megcsattintotta az ostort, s ezt mondta. Hip-hop! Ott legyek Tündér Ilonánál. Abban a szent pillanatban egy gyönyörű szép palota előtt szállt a földre. Bekopogott, de nem Tündér Ilona nyitott előtte ajtót, hanem egy vém boszorkány. Tudom, mi járatban vagy, mondta az álnokságos boszorkány. S ha tanácsom megfogadod, feloldhatott Tündér Ilonát a varázs alól.
Minden éjfélkor eljön ide. Te csak arra vigyázz, hogy ébren maradj, különben dolgod végezetlenül térhetsz haza. Ennél mi sem könnyebb, gondolta Árnyilus királyfi. Azzal leheveredett pihenni, mert az éjfél még messzi volt. Csak hát az álnokságos vén banya boszorkány éjféltájba megfújta a varázssíkját. Tündéri eljött, megörült kedvese láttán, költögette, símogatta, de mint hiába, úgy aludt szegény, mintha meg se született volna. Aztán búsan elrepült. Ez így történt háromszor egymás után. Szerencsére a negyedik éjszaka a vén boszorkányt is elnyomta az álom. Hortyogott a peste felem, hogy az egész falata renged belé. És ekkor a nyitott ablakon át berepült Tündér Ilona a szobába. A király mindjárt megölelte, megcsókolta háromszor. Mire harmadjára megcsókolta, kinőtt Tündér Ilona aranyhaja, és a varázslat megtört. Akkor Árgyilus királyfi magához ölelte Tündér Ilonát, az ostorral pattintott egyet, hip-hop, apám várába legyek. Ki sem mondta, még ott termett a királyi udvarban. Az öreg király erősen megörült a fiának, és annak is, hogy a fia tündért vesz feleségül, mert ez ritka tisztesség. Hetet-hét országra szóló nagy lakodalmat csaptak, Tündér Ilona és Árgyilus királyfi ma is élnek, ha meg nem haltak. Van két gyermekük is, az egyiket úgy hívják, hogy Tündérpál, a másikat meg úgy, hogy Tündér Orcsa. Most tanulják a királykodást az iskolába, mert hogy éppen ide járnak. Köszönjük a mesét! Mi pedig köszönjük szépen, hogy megtanultátok ezt a mesét fábozni. És most úgy látom itt a nagy tündér naplóba, hogy egy kirándulásra indulunk, de kirándulni csak az jöhet fel velünk, aki nagyon jó volt. Ugye ti is nagyon jók voltatok? Figyelem, figyelem! Felhívom a tündériskola tanulóinak a figyelmét, hogy a kiránduláshoz a repülési engedély megadva. Foxtrot 068. Jó utazást, jó szelet! Mindenki kapcsolja be a biztonsági öveket, gyorsan-gyorsan kinek pottyanjatok. Ugyanis tiki-riki takarakba fogunk utazni, ez az ország pedig arról híres, hogy a fán teremnek a mondókát. Tiki-riki takarak, Nibi van a pad alatt. Bocsú, here, borsó, te vagy az utolsó, fuss! Tiki-riki takarak, ország úti madarak. Bocsú, here, borsó, te vagy az utolsó, fuss! Ecpec, kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Cérnára, cinegére, ugolcica, az egérre, fuss! A többi mondóka pedig itt van benne ebbe az énekben. Tiki-riki takarak is szálvessző, puhalinak tavi ködön álmot sző. Ringeti-mengeti teri derekát, sír ide hívod a gyere gyerek át. Ország úgy ám, tiki-riki takarak.
mindenféle mással fogunk tovább utazni. Az átszállásnál mindenki nagyon vigyázzon, le ne késse a következő járatot. Buszon ül Ádám Peti vonaton, pattogtat Bálint Csasi fogaton, Juliska nagymát, Serbe Frederik, a felülhátnyi korok asztalig a kerék. Eszter Ladika nevez iskolába, Borsika kocsi út, füstörök a járda, Borsika jó lovon, utánuk kerem. Apuhaja kantár, nyaka a gyerek. Pattogtat Bálint Csacsi fogadon, Juliska nagymám, Sterbe Frederik. Ha felül hát nyikorog, hát darig a kerék. Eszter Ladikó nevez iskolába, Borsika kocsi út, füstölök a járda, Borsika jó lovót, utánuk ered. A puhaja kantár, nyaka a nyerek. Köszönjük a tapsikát! Mondjátok utánam, baktat kocog a csacsi. Baktat kocog a csacsi. Diceg, döcög a kocsi. Diceg, döcög a kocsi. Két sort egybe. Baktat kocog a csacsi. Diceg, döcög a kocsi. De mi mondjuk ti is. Hangosan rajta. Baktat kocog a csacsi, diceg, döceg a kocsi. Zene. Music. Zene bonap. Kórus. Baktat kocog a csacsi. Nem hallom. Elkérem a kórus, hogy énekeljen velünk. Baktat, kocog a csacsi, diceg, döcög a kocsi. Jó lesz. Baktat, kocog a csacsi, diceg, döcög a kocsi. Ne csak kocog a csacsi, diceg, döcög a kocsi. Csak a kerék mondja, elkérünk, hogy énekeljen. Jó lesz? Baktat, kocog a csacsi, diceg, döcög a kocsi. Baktat, kocog a csacsi, diceg, döcög a kocsi. Távolodik a kocsi. Baktat, kocog a csacsi, suttogva. Nézd már, jön vissza ez a kocsi. Baktat, kocog a csacsi, diceg, döcög a kocsi. Nem hallom. Baktat, kocog a csacsi, igen, diceg, döcög a kocsi.
elérünk a tündérboltba. Tudjátok-e, mit lehet kapni a tündérboltba? Hát csupa tündérséget. Tündérszalámit, tündérjátékot, tündérgörkorcsolyát, és még tündérport és tündérruhát. Tündérboltban legalább három hold van. Egy fele hold, egy fele hold, egy fogyó hold, ami csak volt. Egy fele hold, egy fele hold, egy fogyó hold, ami csak volt. Mérik a hold sugarat, ebből lesz új ruha hat. És ha marad, jut a régi szakasz, tágyolna egy kicsi volt. És ha marad, jut a régi szakasz, tágyolna egy kicsi volt. A tündérboltban, aki keres, meg lehet csodakincsekre talál. Piros gomba hátáról pettyeget, szeveget, a katica bogár. A tündérboltban csak álomkor van. Álomhol mit vásárolhat, aki oda jár. Álomhol mit vásárolhat, aki oda jár. A tündérboltban, aki keres, meg lehet csodakincsekre talál. Piros gomba hátáról pettyeget, szeveget, a katica bogár. A tündérboltban csak álomkor van. Álomhol mit vásárolhat, aki oda jár. Álomhol mit vásárolhat, aki oda jár. Figyelem, tündérrobodások, tündériskolások, tessék a szárnyakat nagyon széttárni, és szélsebesen visszaszállunk a tündériskolába, meg a tündérrobodába, ahol az év végéig még nagyon sok feladat vár ránk. Többek közt tündértáncot kell tanulnunk. De mielőtt ezt megtennénk, sajnos megint be kell írnom az egyik tündér ellenőrzőjébe. Mit csinált, ugye? Nem írva. Tisztelt szülő, kérem, tündér tánciskolai hátralékukat sürgősen rendezzék, és szerezzék be a Szent Iván éjjel juniálison kötelező tündér egyenruhákat. Tessék odaadni a tündérszülőnek, és a tündérszülő válaszát várom. Tessék! Hát még mit nem? Tündér tanítónéni kérem. Egy tucat tündérkölyköt bocsátottam már szányra. Ez évről évre drágább. Hát mi vagyok én? Varázsló. Varázsló. Egy frász. A varázsló itt én vagyok. És most ide varázsolom a varázstáncos szőnyeget, amin majd megtanuljuk az évvégi tündértáncokat. Ehhez viszont tessék szíves följönni egy pár kis tündértanulónak ide a színpadra. Gyertek itt tündérlányok, tündérfiúk! Gyertek gyorsan! Gyertek, alakítsunk egy nagyon nagy kört, akinek nem jutott tündérszár, annak megígérjük, hogy a legközelebbi alkalomra növesztünk neki.
Zsuzsóka. Kecske dudán, fújom én a nótát. Táncba viszem Anikó Zsuzsókát. Kata. Sziasztok! Köszönjük, hogy megjártottatok! Sziasztok!